Mindenkinek, Katamari vagyok, és azt kell, hogy mondjam gyerekek, hogy fantasztikusak vagytok. Gyakorlatilag pár óra alatt, vagy legalábbis egy olyan kb. Egy negyed nap alatt a Katamari Entertainment Facebook oldalán 26, vagy pontosabban 25 lájkot kaptam. Nem az ikes soknak, de én álmomban nem hittem volna, hogy ennyi ennyi lájkot fog kapni akárkitől. Na, ez most nem volt értelmes, szóval nem hittem volna soha az életben, hogy ennyi embernek tetszik a videósorozatom. Legalábbis olyan szinten, hogy még ott is belájkoljanak. Nagyon komoly, szóval persze lesz ez még több is, ezért nem is ezért nem is akar nagyon túl reagálni, de azért köszönöm az eddigi lájkokat is. Meg is csinálom gyorsan ezt a videót, mert most még jó kedvem van, meg minden, aztán értitek. Persze nem a hülye favágásért jöttem ki, hanem kéne keresnem kaját, mert eléggé tragikomikus helyzetben vagyok. Csont. Kéne valahonnan szereznem igazából malachúst. Ebben az erdőben nem tudom, hogy hogyan fogok találni. Az is lehet, hogy kicsinál egy creeper. Azért vigyázok. Hoho. Gravel part. Na, erre is vége jártunk már. Aha, kint a tenger. Lehet, hogy előttünk a kalandorok urájában már. Igazából nem. Csak ne szaggassál te. Aj. Na mindegy. Megszokható. Az már viszont kevésbé, hogy nem látok egy árvamalacot se. Most honnan szerezek kaját? Bár csak a csontot meg lehetne fűzni, és akkor levest készíteni belőle. Hoppá, kajakra, hiszen lehet levest főzni gombából. De hát, ahhoz kétféle gomba is szükséges. Hát, nyek. De én inkább tiprizek vissza a házba, mert házépítést kéne folytatni, meg igen, a házépítés végül is, más nem. De most eltévedtem, akkor gáz van. Remélem, hogy nem sötétedik. Ó, tényleg itt van egy malac, jaj, de jó. Aranyos kék szeme van. Ott is egy malac. Kár, hogy eltévedtem úgy igazából. Nem baj, akkor már legalább feltankolom magam kajával. Mondjuk ez eddig nem sok, de hát ez van. Egyetlen logikus lépés egyelőre az lenne, hogyha most felásnék valahova jó magasra. Vagy egyszerűen csak keresnék egy magas pontot valahol. Mondjuk az a fa ott tökéletes. Úgy tudom kezdeni ezzel a marhasok létrával. Most fel is használom valamire. Jaj, de nem úgy. Jaj már! Na mindegy. Megtalálni nem úgy adhatnak, hogy feljussak ide? Csak elkezdesz a... Jaj ne! Ó, hogy az a... Áh! File. Nem baj. Kreáljuk újra akkor a szerszámokat végül is. Nem probléma ez úgy igazából. Visszatértem 10 életerőponttal. Meg úgy igazából nagyon-nagyon fontos pótolhatatlan tárgy nem is volt nálam. Meg az én hülyeségemből haltam, meg úgyhogy vállalom is érte a felelősséget.
Sapling. Hát, ennyi végül is. Most akkor ez történt. Bele kell számolni néha ezt is. Meg külön is eltévedtem most, ne parázzunk ezen. Ja? Ah, Istenem, de vak vagyok! Ah. Talán a földér volt kár, amit kiástam. De hát az nem pótolhatatlan, ha belegondoltak. Én csak a tégla nem kézben volt. Igazából az is mindegy, nem hinném, hogy nagyon elvesztettem volna. Á, de nem kézben volt. És 21 vasal is készült. Azt a rohadt élet, nekkora király vagyok. 44 vas, wow. Fából sincs olyan nagyon kevés, ha megnézitek. Nagyon jó, a csontért még kár, de... Aj, most ne a rossz oldalát nézzétek mindennek. Már lefogadom nektek útra, mindegy, hogy meghalok-e vagy sem. Történt már máskor is, szóval nem fogom nagyon túl reagálni. Ajaj, tényleg kint leszedem a fáklyákat. Azt a rohadt. Ezt ki kell pedig világítani, mert ez egy jó árnyékos terület. De rettentően beszpónolnak a szörnyek, hogyha nem figyelek oda. Igen. Picit valamiért most szaggatás van, de vállalom ért a felelősséget. Ó, Dick. Na. Kivágom onnan. Ó, és a fejszín még itt van, jaj de jó! Na most pedig akkor nekiállok vasból szerszámokat készíteni, mert nem spórolunk tovább. Ez igazából még több is, mint amennyire szükségem van. Azért megcsinálok két csákányt mondjuk. Ki tudja mikor kell a másik. Meg ásókat. Kettő. Ennyi végül is. Maradék pálcikából pedig tudok kraftolni egy fáklyát. Ennyit hülye vagyok egyet, 64-et kapásból. Vissza is mehetnék a bányába, ha olyan kedvem lenne, de hát most nincs olyan kedvem. Másra is kell összpontosítani néha. A röhely, hogy ez nem is kéne workbench, mert meg tudnám craftolni kézben is, de hát most én nem fogom. Ennyi. Ezt a 68 fákját akár szét is oszthatnám, tehát be is oszthatnám, hogy egy részét elteszem későbbre, de hát minek. Remélem, hogy amit ott láttam, az egy kaktusz volt és nem egy creeper. Na, csak föld. Akkor meg pláne nem baj. Folytassuk a házépítést. Ez szerintem most egy kis felpörgetett jelenet lesz. Úgyhogy csöndben is leszek alatta. Lakótársunk lett. Egy tehén. Juhú! Reméljük, hogy nem lesz a útban. Arrébb löklek. Ó, igen, elfelejtettem, üvegem is oda lett. Hát nem baj. Hoppá, de viszont egy creepert hallottam. Nem mindegy, itt úgyse fog senki bejönni, semmi ilyesmi teremtmény. Végül is végeztem is. Szóval akkor itt van, üdvözlünk Mr. Tehenet. Mostantól ő lesz a szobatársam. Nem hiszem, hogy erre olyan nagyon sok szüksége lenne majd, de... Hát ki tudja. Mostantól egy lakótársunk is lesz. Nem lesz önnalmas a videósorozat. Kicsit fel is dobja majd talán a hangulatot. Party time lesz, meglátjátok.
Ezt a kis pepecselést már nem vágtam ki, mert igazából, és nem pörgettem fel, meg nem is vágtam ki, mert hát igazából ez csak maga a házfal átépítése. Építsem meg fából a ház oldalát? Nem tartom valószínűnek. Szóval akkor... Viszont én egyébként pár nap múlva úgyis eltűnik innen. Higgyétek el, próbáltam már házi állatokat csinálni, mindig eltűnnek egy idő után. Főleg azért szívás, mert hogyha dungeonben találsz egy nyerget, akkor azt nem tudod felhasználni újra. Hát igen, ez kellemetlen, de hát ezzel kell együtt élni. Jó, hát azt most megcsinálom, mert... az mi volt? Hú, bakker, most meg kell nézni, mi volt az. Fogadjunk, kijövök, és egy creeper ide esik. Nem tudjátok mit? Leszarom! Ja, csak egy kacsa. Megértem, hogy Skeleton skint látok, vagy valami ilyesmi. Ti is láthatjátok, hogy az nem igaz. Ez pedig itt. Ó, creeper, creeper, tűnj és onnan! Na most aztán! Kibújt azok a zsákból? Gyára ide, a kurva anyádat! Á, egy ilyen szaggatásban picit nehéz harcolni, de hát harcoltam én már részében is. Miért nem tudtam elmenni onnan, mert útban volt valami. De legalább kiásta nekem a földet. Látjátok, ezért lesz érdemes majd lecserélni a házatokat, amit lehet dörtről téglára. Mert a creeper azt nem tudja kirobbantani. Illetve... Ez nem feltétlenül igaz? Lehet, hogy ki tudja robbantani. De az igazság az, hogy én még nem tapasztaltam ilyet. Ha most van ideig creeper, akkor én nem is tudom, mit csinálok. Nem érdekel. Már csak bárányok, malacok és egy kacsa van. Tolom most nem kell, úgyhogy és szerencsére még... megúszta. És ennyi. Tojás. Igen, tudom, hogy ez elég érdekesen néz ki, de hát én döntöttem úgy, hogy ezt választom. Ez a pár tégla itt érdekesen fog kinézni, de jó alapot szolgál arra, hogy ide tegyem le a tarcsokat. És akkor most meg is nézem belülről, hogy ez az apró kis változtatás milyen következményeket mond maga után. Ez csinos eddig, ez csinos. Eszembe jutott korábban, hogy így csinálja meg esetleg a háztetőt. Ohohoho, azért tud valaki! Jó, van elég a nagy képűségből. Szerintem ideje befejeznem a videót. Túl sok lesz még a végén. Azért ezt az ajtót mindenképpen elkészítem. Ja, egyébként tapasztaltam utólag, hogy a videókat mindig a ilyen végén lévő kis hülyeségek miatt kell megvágnom állandó jelleggel. Opa, ha megint rosszul tettem be, DIK! Na, kész is. Puty. 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 Sziasztok. Ja igen, majd feltettem. Tehén út és köszönj el!